hogy Gina, te kérdezted, hogy hogy van ez az egész a Nimroddal, meg az összes többi. Hát ez a Nimrodi 3-as, ugye ez nekem még eddig nem találkoztam ezzel, mert hallottam a névről, hogy Nimrod, de én soha nem néztem utána, hogy ez mi vagy hogy van. És akkor ugye, hogy elkezdtünk erről beszélni, és ha bár értem, ami a felkent szabadítónk oldaláról szól, tehát hogy hogyan is hamis, viszont az eredeti sztorit azt nem értem, meg nem ismerem, azért kérdeztem is. Tegnap beírtam a YouTube-ba ezt, ahogy Szemiramis, és akkor annyi minden volt, és én így ki is kapcsoltam, hogy semmi nem kattintok rá, én nem nézek meg semmit, mert nehogy valami olyat nézzek meg, és akkor azért mondtam, hogy inkább megkérdezem. Hát igen, sokfajta információ kering, és nyilván a legtöbbet ők bocsátották ki, hamis információk, és a valóságot azt ők tudják maguk között, hogy egész pontosan mi van. Uh-huh. Szóval Konstantin császár ugye olyan tanokat talált ki az ő vallási szakértőivel, amik látszólag úgy tűnik, hogy igazolva vannak azok a dogmák és azok a tanok, amit a kereszténység hirdet. Ugye az első négy, amivel foglalkoztunk eddig, az a Szent Háromság tan, aztán Mária a Szentlélektől lett viselőssé, és akkor Jézus Isten, és a harmadik, a Szent Háromság harmadik személye a Szent Lélek. Ugye a harmadik tan ez, hogy Jézus Isten, tehát hogy Jézus a Szent Háromság második tagja, második istene, ugye, és hogy ennek az összes hamis tannak az alapja ez az uralkodó elit, akik Nimród óta, Bábeltől, ugye szeretnék újra azt a világegységet fölépíteni, amit Nimród kezdett el Bábelnél. Uh-huh. Ugye megnézzük a Biblia keresőbe, gyorsan kikeressük Nimródról, hogy mit lehet olvasni. Noénak az ikonokája volt, ha jól emlékszem. Igen, addig én is eljutottam, igen, az ikonokája. És tehát azt írja az írás, hogy túl sokat nem beszél róla, de igen, ez a néhány mondat is éppen elég. Ugye azt mondja, hogy nagy vadász volt az Úr előtt, azt hiszem. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Ez 1 Mózes 10:9. Igen. Tehát Kus nemzé Nimródot, ugye a kusitai családból származik, és ez Noénak a, azt hiszem, az ükonokája, ugye? Sém, Kám, Jáfeten keresztül, ha jól emlékszem. Nem, Kámon. Kámon keresztül. Kámon keresztül, ugye. Kámon keresztül a Nimródnak az unokája. Ugye Isten megparancsolta azt, hogy miután kijöttek a bárkából, a hajóból, megfeneklettek az Ararát tetején, akkor Isten megparancsolta nekik azt, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, és töltsék be az Isten igazságával a földet, hogy kiszorítsák a gonoszságot a földről. És Nimród fölismerte azt, hogy micsoda lehetőség van abban, hogyha különféle elméletekkel képes félelemben tartani az embereket, ezáltal végtelen lehetőségek nyílnak meg előtte abban, hogy ő és az ő leszármazottai uralkodjanak a földön, és az összes többi ember pedig ettől a rettegés programtól, amit például a, hogy a
ez a Bodó Attila féle kiáltó szó, az erdélyi üldözési mániások, a székely üldözési mániásoknak a szektája, meg a Rákóczi Gábor, tehát ezek mind üldözési mániájuk van, és tehát ilyeneken pofon egyszerűen uralkodik a világ, sátán, a kereszténység, úgyhogy nem is tudnak róla, ugye? És ennek az eredete Nimrodig megy vissza. Ez mindig olyan téma, ez egy darásfészek, mert amikor ez előkerül, akkor utána aztán jön hónapokon keresztül a nagy magyarkodós emberektől, aztán jönnek a szitkok, a káromkodások, a mindenféle vagyok, de különösebben nem érdekel, mert tudom, hogy Isten az egyedüli igazság birtokosa, csak ezek az emberek, ezek mind félre vannak vezetve, be vannak súlyosan programozva, jelen pillanatban abban a helyzetben vannak, hogy amikor ez a világelit, akik Nimrodnak a leszármazottai, jelen napjainkban ezek ővelük kezdik majd a népességcsökkentő programot. Tehát azok, akik a leginkább hisznek abban, hogy Nimrod a magyarok ősatja, meg az egész világ istene, meg mit tudom én, pontosan ezek az emberek fognak első hullámban meghalni abban a pusztításban, amit a Nimrodnak a vér szerinti leszármazottai a mai korban, a mai napon, ugye ez a törekvésük, hogy a Nimrod azt a térséget egyesítette, városállamokat hozott létre, hát a mai elit számára, aki a pápának dolgoznak, az ő belső köreikben Nimrod és az ő történetük, meg a minden velük kapcsolatos az egy követendő erény, egy példaértékű erkölcs, ugye, holott a következő percekben meg fogjuk látni, hogy a legaberáltabb és a leggusztustalanabb emberek voltak, akit valaha a Föld hordott a hátán. De mivel ez a mai globális elit ugye globalizálni akarja és egyesíteni akarja az egész világot, minden kontinenset, minden országot, ugye az ő számukra Nimrod a főhős, majdnem csak Isten, mert ő fogalmazta meg először azt, hogy attól az Istentől, aki tulajdonképpen meg akarja menteni az emberiséget, de hogy meg tudja menekülni az emberiség, fel kell hagyni az undorító, mocskos, aljas, romlott természetének a termékeivel, a gondolkodásmódját, cselekedeteivel, és az ő általa lefektetett szabályoknak és utasításoknak kell, hogy az ember alávesse magát, hogy Isten kibírja hozni az embereket a romlottságukból, ami miatt el fognak veszni. Na ez az igazságnak és a menekülésnek ez az útja, mivel hogy nagy odaadást, hűséget, szorgalmat igényel. Ugye ez a világelitnek, akik kontrollálják vallás, pénzügy, politika által az egész világ minden lakosságát. Az ő számukra ez bűn, és ez egy borzasztó dolog. És ők abban látják a dicsőséget, hogy mindent, amit ez az Isten használ ahhoz, hogy az embereket megmentse a világelit zsarnokságától, az az ő számukra az istentelenség és rossz gonoszság, ugye? Tehát egy áldás csatát, egy harcot folytatnak Istennel szemben, úgyhogy az emberiség nagy részét saját maguk hatalmukba hajtva uralkodnak rajtuk, és ezáltal a hatalom által, amit évezredek óta szőttek, mint póka hálóját az emberiség köré, ugye ebben ők azt akarják elérni, hogy végérvényesen
olyan pozíciót töltsenek be, amiben ő nekik a kisujjukat sem kell mozdítaniuk, amíg ember él a Földön, a leszármazottaik mindenkor élvezni fogják a hétköznapi embereknek a fáradtságos, verejtékes, bonyodalmakkal, katasztrófákkal, veszteségekkel teli életét, ugye? Szóval ez a Nimrod, ahogy olvassuk róla, azt mondja, hogy ez hatalmas vadász volt az utasítás vagy parancsolatot adó előtt. Ezért mondják hatalmas vadász az utasítást parancsolatot adó előtt, mint Nimrod. De ez egy kicsit így ebből a szempontból nézve, az igazság szempontjából, ez egy kicsit fel van tupírozva ez a történet, Károli Gáspár, ugye, mert Károli Gáspár is ugyanúgy, ahogyan Luther, ugyanúgy beépített emberek mindannyian a pápaságnak, akik a legfelsőbb hívei, és a Nimrod körüli titkoknak a tudói, ők tudják egész pontosan, mi volt. Én sok évvel ezelőtt olvasgattam olyan körök által kibocsátott információkat Nimrodról, meg az egész családjáról. Nem tudom, hogy igazak-e, de nagyon elképzelhető, hogy amiket ők maguk között a belső köreikben taglalnak, hogy ez valahogy úgy lehetett. A lényeg az, hogy ők nem nagy vadász az Úr előtt, hanem nagy vadász emberek lelkére vadászik Isten ellen. Tulajdonképpen erről van szó egész pontosan. És ő egy zsarnok uralkodó, aki legelőször a fejébe vette, hogy egyesíteni fogja az akkor ismert országokat, és ő és a családja végérvényesen uralkodni fognak az emberiségen. Ezt Isten megakadályozta nekik, ezt a tervét, ezt a törekvését, tönkretette ezt az akkori világegyesítő tervét Nimrodnak és Szemiramisznak, azzal, hogy ugyanúgy Isten, ahogy minden korban, az ő igazságát megosztja az akkori kor emberével, tehát ő mindig a szeretetét mutatja, és a kegyelmét azzal, hogy az igazságát bejuttatja, még akkor is, amikor már a gonoszság képviselői úgy látszik, hogy teljes mértékben elfoglalták a Földet és az egész emberiséget mindenestül, akkor Isten mindig beküldi valahogy az igazságát, és hozzáférhetővé teszi tömegméretekben. Ekkor is valahogy ez történt, azokon a nagy építkezéseken, meg a városállamszervezés, meg minden. Tehát az emberek megtudták Istentől az igazságot, hogy Nimrod tulajdonképpen egy börtönvilágot tervez, amiben fogolyként tartja az embereket, azért, hogy ők dolgozzanak, és a nehéz munkában meghalljanak fiatalon, azért, hogy ő és az ő fia és az ő leszármazottai egész a mai napig, mert ugye minden politikus, minden pápa, minden vallási szakértő, ezek mind így vagy úgy a vérség szerint leszármazottai Nimrodnak. És ha pedig nem is, akkor viszont az ötlet miatt, hogy felteszik az egész életüket arra, hogy mindenkivel, aki ugyanezért a célért küzd, hogy globalizálják az egész világot, és végérvényesen egyesítsenek minden kontinenset, országot, hogy egy ilyen szükrezárt világot hozzanak létre, amiben teljes mértékben mindenki megfigyelés alatt van, és kontroll alatt van. Tulajdonképpen ezért imádják ők Nimrodot, és tartják a legfőbb példaképnek, mert ő volt az, aki először kitalálta azt, hogy hogyan lehet az emberekből
óriási hasznot húzni, és hogyan lehet elérni azt, hogy minden másképp gondolkodó embert egy közös gondolkodásra szorítsanak rá, és ezáltal pedig egy saját maguk világszisztémáját fenntartsák, amíg csak ember van a Földön. Ez az ő céljuk. És ezért a belső köreikben imádják, tisztelik korszakalkotó személyként Nimródot. Viszont, hogyha belenézünk az ő családi történetükbe, ugye Nimród, akit a napistennek kiáltotta ki, az ő felesége nem más, mint az a saját anyja. És Nimródnak a fia, aki született Szemiramisztól, ugye a saját anyjától, hát már ez is önmagában egy elég egy elég gusztustalan családi történet, hogy ezt hát tulajdonképpen ezért van az, hogy olyan ma az átlag ember minden országban, minden kontinensen, amilyenek. Tehát ezért nem ritka az, hogy sőt már Pál apostol idejében is, amikor azt mondja, hogy hát megtűritek magatok között az olyanokat, akik a saját apjuknak a feleségét veszik feleségül, és tehát elveszik a saját apjuknak a feleségét. Eszméletlen. Ezért ilyen romlott az egész világ ma, sugározzák gyerekműsorokon keresztül, filmeken keresztül. Ezért a legtöbb ember nem tudja, nem érti, hogy miért van az, hogy megtudja Isten igazságából, hogy egy halom dolgot, amit művel az életébe, a súlyos bűn, és el fog tőle kárhozni, és akár hogyan küzd vele, nem bír vele felszámolni, nem bír vele leszámolni. Nem értik sokan, hogy miért van ez. Hát pontosan itt van a titok nyitja, hogy Konstantin császár pontosan ezért az ő vallási klérusával, teológusaival, ezért dolgozták ki így ezeket a tanokat, hogy látszólag a Krisztus követők története van benne, de valójában az egész Nimrodról és az ő feleségéről aberált gondolkodású, undorító férgekről szól. Ugye kezdjük a Szent Háromságtannal, hogyha, ahogyan beszéltük, megnéztük az írásból, és ti magatok is tudtok felsorolni igéket most, hogy hányszor mondja azt Isten, amikor kijelentést tesz önmagáról, az ő személyéről, hányszor mondja azt, hogy rajta kívül van még másik két Isten, van egy Jézus Isten, meg van egy Szentlélek Isten. Tehát ti tudtok felsorolni kapásból minimum három igét, ahhoz, hogy ez megcáfolhatatlanul, megkérdőjelezhetetlenül bebizonyosodjék, hogy valójában nincsenek más Istenek, nincsen Jézus az Isten, a Szent Háromság második Istene, nincsen Szentlélek, ami a Szent Háromságnak a harmadik személye, Szentlélek Isten. Ezt az egészet ezekbe a kereszténységnek a dogmáiba beleültették, beleágyazták Nimródnak a család történetét, hogy aki részesedik ezekből a dogmákból, azok saját maguk sem értik, hogy miért nem bírják felszámolni a bűnöket az életükben. Tehát így indoktrinálják az embereket, így avatják be egy titkos kultusz. Ugye Pál apostol mondja, hogy működik a törvényszegés titkos bűne. Ugye? És a Jelenések könyvében is azt mondja János, hogy láttam ezt a parázna asszonyt, aki a hétfejű, tízszarvú vadállaton ül, aminek a homlokán az van, hogy titok, görögül mystery. Misztérium, ugye? Mágia, misztikum, babonaság,
Tehát erről szól az egész világnak a filozófiája az ezotérián és az okkultizmuson keresztül, és ezzel párhuzamosan karöltve a kereszténység Krisztusinak látszó tanokba beleültette ezeket az ocsmányságokat Nimrodról, a feleségéről, a prostituált papnőről és a gyerekükről, Tammuzról. Ugye? Szóval a Szent Háromság azért van kitalálva pontosan, mert így van reprezentálva, rejtve Nimrod, a napisten, akinek a felesége Szemirámisz, a holdistennő, és a fiúk a napisten. Ugye? Ezért az ezotériában ugye a férfi a nap, a nő az pedig a hold. Mindig így vannak szimbolizálva ezek a dolgok. Ugye? Tehát nem tudom, közben találtatok ige verseket azzal kapcsolatban, hogy az örökkévaló kijelenti, hogy ő az egyedüli Isten, rajta kívül nincsen más. Hát még Nimrod még nem is létezett, Isten már rég előtte kijelentette azt, hogy én vagyok az egyedüli olyan igazság, aki meg akarom az embert, az emberiségnek egy részét menteni, aki hajlandó hallgatni rám, ugye? Ne keressél más igazságot, mert csak én tudom a megoldást arra a legnagyobb problémájára az emberiségre, az emberiségnek, ami az emberiséget a leginkább félelemmel tölti el, hogy mi lesz a halál után, és hogy szabad lehetek-e attól a borzadálytól, ami az életem végén, a meghalásom után vár rám, ugye? És egyedül Isten tudja, ez a megmentő igazság, akit babonáson, vallásosan Istennek nevezünk. Tehát ez egy igazság, egy szuprém igazság, mindenek felett álló igazság, ami tud gondolkodni, tud cselekedni, mindenütt ott tud lenni, ahol csak akar, mindenre hatni tud, mindenkire hatni tud, és mindenről és mindenkiről minden tud. Tehát ezért, ugye, hogyha Istenről beszélünk, ezért Isten egy Isten. Tehát a görög mitológiáknak az isteni ezért nem istenek, mert nincsen olyan képességük, ami ennek az egy mindenek felett álló igazságnak, aminek a legfőbb célja és szándéka, hogy a teremtményei közül néhányat, akik hajlandók ráhallgatni, megmentsen attól a végső megsemmisüléstől, ami az emberekre az életük lezártával várni fog. Tehát semmilyen filozófia, semmilyen ezoterikus ágazat, semmilyen szedlacsik, meg tehát egyetlen ezoterikus tanító és médium, egyetlen okkultista soha nem fogja tudni megoldani az embereknek azt a problémáját, hogy az emberek meghalnak, véget ér az életük, és utána pedig a földi életben elkövetett bűneik miatt egy súlyos ítélet vár rájuk. Ezt egyedül csak ez az egyetlen mindenek felett álló, mindenre hatni tudó, mindenhol, ahol csak akar jelen tud lenni, igazság képes, ez a megmenteni akaró igazság, aki meg akar bocsátani minél több embernek. És ezért ezt jelenti ki magáról, ezt a tanácsot adja az embernek, hogy ne keress más lehetőséget, más igazságot, úgysem fogsz találni. Lehet, hogy nem fogsz hinni nekem, és az emberek többsége nem fog hinni ennek az igazságnak, amikor ez kijelenti, hogy én rajtam kívül nincs más, de sajnos a legtöbb ember akkor fog erre rájönni, hogy tényleg igaz volt, amit ő mondott, amikor meghalnak. De onnantól már nem lehet visszacsinálni, ugye? Nem tudom, hogy melyikőtök, vagy mindegyőtök olvasson fel egy-egy kijelentését Istennek az Ószövetségből, amilyen messze csak legkorábbra vissza lehet menni. Gina? Én most Új Szövetségből találtam, bocsánat, nekem akkor azért kellene először az Ószövetségben, mert ugye időrendi sorrendben az volt előbb, tehát több ezer évvel, még a Szentlélek előtt, a Isten élő igazsága, a felkent, szabadító, megváltó előtt, aki a vérével fizetett,
az Istennek a nyájáért az apostolok cselekedete 20-28 alapján. Ugye, hogyha találnátok ilyet. Igen, a Mózes 5. könyvében találtam hármat is. Csak neked adatot láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten, és nincsen kívüle több. Aztán tudd meg azért a mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten fent a mennyben és alant a földön, és nincsen több. Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem. Én ölök, és elevenítek, és sebesítek, és én gyógyítok, és nincs, aki kezemből megszabadítson. Egy Sámuel 2:2, senki sincs olyan szent, mint az örökkévaló, sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ézsaiás 44:8, ne féljetek és ne rettegjetek, hát nem mondtam én meg, és nem jelentem előre. Ti vagytok tanúim, hát van-e rajtam kívül Isten? Nincs kőszál, nem tudok. Jó, az új szövetségből is lehet felidézni. Akkor Márk 12:32, akkor mondd neki az írás tudó. Jól van, mester, igazán mondd, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. Én ezt találtam. Ugye, hogyha igaz lenne ez, hogy van Szent Háromság, és három Isten van ebben a hármasságban, nyilvánvaló, hogy már a legkorábban, amikor ez a szuprém igazság, mindenek felett álló, egyedüli, kizárólagos, életmentő, megbocsátani akaró igazság, biztos vagyok benne, hogy elmondta volna, hogy rajta kívül még van másik két lehetőség, aki keresztül ővele kapcsolatba lehet kerülni, ugye, és tőle bűnbocsánatot és kegyelmet lehet nyerni, és megoldani ezt a nagy fejfájását az emberiségnek, de ő ezt nem mondta, hogy ő rajta kívül van egy fiúisten, meg van egy Szentlélek Isten. Soha az Ószövetségben soha senkinek nem jelentette ki. Ugye, vannak a kereszténységnek misztikus ágazatai, amik látszólag úgy tűnik, hogy semmi közük a kereszténységhez, de tulajdonképpen rejtett burkolt formában mégis közvetítik a kereszténységnek ezt a tanát, mert ugye vannak olyan ágazatok, amik azt mondják, hogy hát Istennek van az ószövetségi, héber-arámi nyelvezettel megfogalmazva, van neki ruakja, meg van neki nefesse, meg van neki nesemachja, ugye? Erről beszél a héber-arámi nyelven, és ezzel próbálják bizonyítani, hogy hát Isten van egy élő személy, és ő neki van két másik része, ami az új szövetségben a Jézus Isten és a Szent Szellem, meg Szent Lélek Isten, ugye? De ez nem lehet igaz, mert soha nincsen róla kijelentés, tehát az Isten soha nem tett arról kijelentés, hogy rajta kívül létezne más Isten, ugye? Aztán, ha nézzük az igék által, amit ti felsoroltatok, meg bemásoltak, tehát a megváltó, szabadító, akiről pontosan azt mondja, azt jelenti ki Isten az evangéliumokban is, meg az apostolok cselekedetében, hogy ő a Szentlélek. Tehát, hogyha ő a Szentlélek, és ő soha nem mondta azt magáról, hogy én Isten vagyok, akkor már is ő maga cáfolja meg azt az emberi hamistant, hogy létezik Istenen kívül két másik Isten is, ugye? Gondoskodtak arról, hogy a kereszténységbe beavatottak ne találjanak rá Szemiramiszra. Éppen ezért átváltoztatták az ő nevét Istárra. Vagy Astarótra, attól függően, hogy onnét Bábelből, mikor Isten beküldte az ő leleplező igazságát Bábelbe, és megtanította az ő igazságát Nimrod titkával kapcsolatosan az embereknek, és akkor az emberek, itt egy másik óriási nagy hazugság és összeesküvés a Bibliában,
a hívek és az emberek ellen, hogy nem az emberek nyelve lett összezavarva, tehát ez egy óriási hazugság, hanem az embereknek az egyakarása, a gondolkodása lett megváltoztatva. Mert Nimrod elhitette velük, hogy akkor ugye élt még erősen az emberekbe a vízözönnel kapcsolatosan emlékek és a pusztulás, és Nimrod, és főként a felesége, az különösen nagy varázslónő volt, mint Akárnak a felesége, ugye Jézabel. Tehát Nimrodnak az anyja, aki a felesége volt, ugye azt találták ki, hogy az embereket egy közös, az emberek akaratát és gondolkodását egy közös nevezőre hozzák. Ugye Nimrod kitalálta azt, hogy ha városállamokat, városokat épít, és az körülveszi várfallal, kerítéssel, és őrséget és hadsereget épít fel ennek a városnak a védelmére, akkor nagyon gyorsan meg fog tollasodni. Ugyanis abban az időben, Nimrod idejében még nem voltak írásos törvények, ha jól emlékszem. És főként nem volt igazságszolgáltatás, ami a gyilkosokat például felelősségre vonta volna, és kivégezték volna őket, vagy életfogytiglanra börtönbe rakták volna. Ezért, ahogy a nap lement, az este beállt, a sötétség leplá alatt mindenki azt csinált, amit akart. Tehát az az időszaka az emberiségnek az egy borzasztó veszélyes volt. Ha valaki egy városon kívül maradt, a legtöbb esetben biztos nem élte meg a másnap reggelt. Szóval Nimrod erre rájött, és egy alternatívát adott a gyilkosoktól való félelembe levő emberektől, utazóktól, meg mindenkivel kapcsolatban. El tudta ezt érni, hogy bízzanak benne, és tőle várjanak segítséget. És az embereket megsarcolta, akik éjszakára megszálltak az ő városában. Ott felsorolja a Bibliában, hogy mi volt az első 3-4 város, amit Nimrod hozott létre, ő alapította. És ugye ezeket aztán egyesítette, és egy ország lett belőle, ezekből a városállamokból lett Babilon, és a főváros, a Bábel. És az embereket, hogy a maga hatalma alatt tudja tartani, kitalálta azt a mesét, hogy Isten megint meg fogja verni az embereket mérgébe vízözönnel. Ezért, tudjátok, mint emberek, egyesítsük az erőinket, mert együtt, innét tulajdonképpen az őtőle származik ez, hogy együtt erősek vagyunk. Ha megnéztek bármilyen politikai műsort, megnéztek bármilyen politikust, vallási hírességet, egyházvezetőket, mindegyiknek hallani fogjátok a beszédében, az előre megírt prózájában, hogy együtt erősek vagyunk, és együtt, ugye még a régi kommunista időben is, meg az úttörő mozgalmakban is, ugye ez a harc lesz a végső, csak, hogy is van ez a mozgalmi ének, hogy ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát, ugye? És nemzetközivé lesz az egész világ, ugye? Tehát ez már régóta megy, évezredek óta ez a fogjunk össze. Rómában például ez egy a felsáj, úgynevezett felsáj, egy köteg nyilvessző, benne egy fejsze, ugye szimbolizálta az egységben az erőt, és minden ország szimbólumában benne van ez a köteg nyilvessző, és kilóg belőle a balta, a római fejsze. Ezért mondta például a megváltó, a Szentlélek a példázatot, hogy a terméketlen fákat fejszével kivágják, és tűzre vetik, ugye? Ezzel már előre jelezte azt, hogy Izrael, mivel hogy nem hozza meg az Istentől várt termést, a pogányoknak az Istenhez való visszavezetését, és az izraelitáknak pedig az erkölcsben a Krisztus erkölcsére való formálódását, ezért ráküldte Isten Rómát, és mint fejszét, és kivágta
a terméketlen fügefát a vincellér, a gazda, ugye? Szóval Nimrod, tehát ami van ma a világban, a pénzügy, a politika, a vallás, a teológiák, a filozófiák, az ezoterizmus, az okkultizmus, ami van mind, ez mind kettőjük nevéhez fűződik. Nimrod és az ő anyja, akit feleségül vett, és teherbe ejtette, és született bele Tammuz. Tehát a matematika, a csillagászat, tehát minden, ami ebben a világban van, alapját képezi a kultúráknak és a civilizáció, ezt mind ők találták ki. A hadsereget ők találták ki, az adófizetést ők találták ki, a rendőrséget ők találták ki, tehát mindent. Ezért tulajdonképpen őt egy zseninek tartják, és ezért emlékeznek rá büszkén, hogy ő ilyen zseni volt, hogy ezt ki tudta találni, mert ebből a politikusok és a vallási vezetők és a pénzügyi emberek óriási hasznot húznak maguknak is, úgy, hogy miközben ők is együtt összefogva építik ezt az ősatjuknak ezt a globális birodalmát. Isten ezt összezavarta azzal, amikor Nimrod azt mondta, hogy Isten megint, amikor haragudni fog, ugye a mongoloknak a mondájában, hogy amikor dörög az ég, akkor Isten veri a feleségét, és mérges. Ugye? Tehát ez is Nimrodtól van, onnét. Minden Nimrodtól van, Babilonból. Azért a jelenések könyvében azt mondja, hogy minden utálatosságnak és lelki paráznaságnak, minden bűnnek, minden vallásnak és filozófiának az eredete onnét, Babilonból, Bábelből van, ugyanis az emberek, amikor onnét szétszélettek, akkor vitték magukkal mindazt, amit találtak, és külön kontinensen, külön országokban, érdekes módon egymással párhuzamosan, mindenhol ugyanaz a kultúra fejlődött, ugyanazokkal az ember csinálta istenekkel, csak más-más néven. De minden kultúrában megnézitek a hinduknál, a buddhistáknál, a zoroaster, mindenhol megnézitek, minden kultúrát, minden vallást, mindig ugyanúgy az Shiva, Brahma, és nem tudom ki, a Vishnu. Az egyiptomiaknál ugye, ott is ott van, hogy hívták ezeket, ezt a háromság? Osiris, Isis és Horus, igen. Tehát mindegy, hogy hova mész, ez mindenhol ők megcsinálták, vitték tovább. Hogy miért mentek el az emberek Bábelből, ugyanis Isten elmagyarázta nekik az ő embereink keresztül, hogy én megígértem Noénak, itt van a Bibliában, én megígértem az emberiséget, soha nem fogom világméretű vízözönnel elpusztítani. Ugye? Tehát Isten nem ember, hogy hazudjon. Az emberek hazugok, de ő nem. És elmagyarázta az ott élő embereknek, hogy figyeljetek, ti azért csináljátok ezt az óriási nagy tornyot, mert Nimrod elhitette veletek, hogyha összefogtok, és egy tornyot építettek, aminek a teteje az eget éri, amikor én vízözön küldök, akkor ti oda föl fogtok menni, és megmenekül egész Bábel, egész Babilon, ugye? De Isten elmondta neki, gondoljatok bele, annak a toronynak a tetején egy alig 50 méterszer 50 méteres terület lesz hozzávetőlegesen. Nézzétek meg, hányan éltek itt Nimrodnak a városállamaiban, hány százezren és millióan vagytok. Szerintetek itt mindannyiatok közül ki fog ott a családjával elférni? Ez ugyanolyan, mint a Jehova tanúinak. Azt mondják, még a 90-es éven a leggyorsabban fejlődő keresztény egyház vagyunk, világszerte meghaladja a létszámunk már a 4 milliót. És akkor megkérdezem tőlük, tehát most mondtátok az előbb, hogy ti vagytok a Bibliában, a jelenések könyvében említett 144 ezer. Tehát akkor mi értelme van hozzátok csatlakozni, hogyha közületek is csak 144 ezer fog üdvözülni a 4 millióból, a többi az megy a levesbe. Ugye? Tehát Isten ugyanezt a kérdést föltette az embereknek, az ő küldöttein, akiket beküldött Bábelbe, hogy figyeljetek már ide,
Ti építitek ezt abban a reményben, hogyha jön az özönvíz, mindannyian megmenekültök. Nem számoljátok össze magatokat, hányan vagytok, hány stadionnyi hely kéne, hogy titeket oda föl lehessen ültetni, hogy megmeneküljetek. Itt kizárólag, ha lesz ilyen, akkor csak Nimrod, a felesége és a szűk családi köre, meg a szolgái, és a személyes testőrség és a hadserege fog megmenekülni. Ti mind itt fogtok veszni. De tulajdonképpen ez az egész Babilon nem azért épül ez a Bábel, hogy a víz özöntől akarnak megmenekülni, hanem titeket egy gondolkodásban akarnak összefogni, és rajtatok keresztül majd egyszer évezredek múlva az egész világot elfoglalni. És de, hogyha ezt ti befejezitek Nimrodnak és családjának, befejezitek ezt a városállamot és ezt az országot, és ez ki fog terjedni az egész világra, a ti unokáitoknak, az unokáinak az unokája is örökké élő rabszolga lesz ebben a birodalmon. Ahova beleszületsz a kasztrendszerben, mint Indiában, ha mezítelen rabszolgának születtél, nem volt esélye a szociális létrán fölkapaszkodni, csak a magyar népmesék vicce szerint ugye a szegény juhász feleségül vette a királynak a lányát. Szóval ilyen magyar népmese Indiában nem létezett, de Nimrod Babilonjá, Bábelében sem. Ugye, ekkor megértették az emberek azt, hogy te jó ég, hát én a saját gyerekemnek építem a börtönvilágot, én ezt nem fogom tovább folytatni, úgyhogy az emberek ezt megértették, és elmentek, ott hagyták, faképni hagyták Nimrodot. Ugyanúgy, mint ahogy ma például Amerikának kezd hátat fordítani az egész világ, és Amerika fejveszve kapkodt, hogy ki fogja befejezni a világ elfoglalási tervüket, ugyanis a legtöbb ország kezdi bejelenteni, hogy elfordulnak az amerikai dollártól, és más nemzetközi pénzvaluta rendszert dolgoznak ki. Tehát ahogy a Nimrodot fogta a fejét, hogy hát az ő terve kutba esett, de megesküdött, hogy így vagy úgy, csellel, vagy trükkel, vagy bármilyen eszközzel ezt meg fogja valósítani, mielőtt meghalt, megesküdtette az ő személyes legközelebbi embereit és a gyerekeit, hogy ha 10 000 évbe kerül nektek, akkor is be kell az én művemet fejeznetek. Úgyhogy ezért van itt tulajdonképpen a mai világban ez a globális, ez a globalizáció és a világegyesítés, az új világrend, az egy világrendbe való tömörítése minden országnak, az egyfajta politika, egyfajta pénzügy, egyfajta gazdaság, egyfajta vallás, egyfajta hadászat. Ez mind azért történik, ez mind Nimrod gyerekeinek és unokáinak, mai George Bushoknak, Donald Trumpoknak és Joe Bideneknek, Angela Merkeleknek és Hitlereknek, Stalinoknak, Putyinoknak, Jelcineknek, és Olaf Scholzoknak, meg Tayyip Erdogánoknak, és Gyurcsány Ferenceknek, meg sorolhatnánk az összeset, ugye, beszélhetünk Erdős Péter, hercegprímás érsekről, vagy bíboros, vagy nem tudom, nuncius, pápa nuncius. Tehát ezek mind azért vannak, ezek mind ebben a csapatban focizik az egész emberiség ellen, ugye? És ugye így ment tönkre Nimrod Babilona, ők fölösküdtek arra, hogy ezt befogják, ha 10 000 évet kerül, akkor is befogják ezt fejezni, meg fogják csinálni. Hát itt vagyunk, kérem szépen. És ha megnézzük a mai világnak a gondolkodása, a matematikája, a pénzügye egy az egybe Nimrod Babilonából van. A mai világrendszernek a kultúrája és gondolkodásmódja. Hát igen, az erkölcsnek nevezett aberáltság és erkölcstelenség, ugye, mert ezért ma van az, hogy amikor mennek a katolikus templomba a férj-feleség megesküdni, a mennyasszonynak már nagy hasa van, és tehát paráznaként mennek. És a gyülekezetekben is ez is már tendencia,
Aztán az elválás, az még nagyobb tendencia, ugye? Tehát aztán a homoszexualitás, a prostitúció, Babilonban ezek mindennapos erkölcsnek a példaértékű morálja volt Babilonban ezek a dolgok, ugye? Szemiramis, Nimrodnak az anyja, akit feleségült Nimrod, és vele szexelve született Tammuzka, ugye Szemiramis, aki, hogy elrejtjen rejtve a neve és Nimrodnak is, ugye nem lehet, érdekes mondani, nem lehet tovább olvasni akkor egyszer a Bibliában Nimrodról, Szemiramisról egyáltalán, Tammuzról is egyetlen egy mondat van, talán egy utalás, talán amikor gyászolták őt és meghalt. Tehát Szemiramis egy prostituált papnő volt, és minden nap, minden héten más-más férfival szexelt. Ezt addig csinálta hónapokon keresztül, éveken keresztül, ugye akkor nem volt óvszer, nem volt fogamzásgátló tabletta, teherbe esett, ugye? Tehát mind a mellett, hogy a fiának a felesége volt Szemiramis, mind a mellett minden nap váltogatta a szexpartnereit, ugye? És az egyik monda szerint Tammuz pont egy ilyen talán Zeus vallás, nem tudom, mit gyakoroltak ott. Tehát egy ilyen beavatási szertartáson, ahol Szemiramis avatta fel a férfiakat, hogy nagykorúak legyenek, és megszexeltette magát ezekkel a férfiakkal. Ugye egy ilyen szeánszon teherbe esett, és így született Tammuz. És nem megyek elébe a történetnek. A lényeg az, hogy ennek az egész megáltalkodott istentelen világkultúrának, erköstelen felfogásnak, aberrált állatinál rosszabb szexualitásnak, tehát minden ami miatt össze fog omlani most ez az egész emberiség és a világrendszer, ennek a gyökere pontosan Nimrod, Szemiramis, ez a zsarnok, vérszomjas, rabszolgatartó család. És Nimrod lett a napisten, napistenként imádtatta, tiszteltette magát, Szemiramiszt, az anyját, a feleségét pedig a holdistennőnek. És tehát azért az ezotériában és az okkultizmusban mindig a nap és a hold az állandó kellék, segédeszköz az okkultista felfogásban, ugye, a szimbólumjelek, bármerre mész, mindenhol napocska és holdacska van, ugye? Ugye látjátok ezt a fényképet, amit beraktam oda? Igen, a pápának a... Tetszik, ott van Nimrodnak a napisten, hát ennél egyértelműbb, akkor nem lehet. Így van, kinek, pont. Kinek szolgálnak. Így van, pontosan a nap, ugye ez az oltári szentség, amiben benne van az ostya, mint egy napkorong. És ugye a nap... Pont egy hold fogja, egy aranyhold fogja az ostját ebbe a napnak a közepébe, ebbe a zoltári szentségnek. Tehát a kereszténység, ugye a protestáns kereszténység és a karizmatikusság kikérik maguknak, hogy ők össze vannak hozva a római kereszténységgel, a Nimrodot imádó római családok által, Konstantin által létrehozott kereszténységgel. Kikérik maguknak. De ugyanakkor a protestáns mozgalmak is, és a karizmatikusságban is hiszi, ott van náluk a Szent Háromságtan. Akkor mi ellen protestálnak, hogyha ugyanúgy a titkos tanaikban ott van a rejtett Nimrod, Szemiramis, Tammuz imádat, atyafiú szentlélekként. Akkor miért állítják azt, miért hiszik azt, hogy őnek is semmi közük a római kereszténységhez, amely babiloni okkult titokzat kultuszt tanít az embereknek, és ebbe avatja be őket, ugye? Ennek teszi a rabszolgájává. Szóval vissza a Szent Háromsághoz,
Tehát a Szent Háromság tant Konstantin és az ő teológiai gyártói azért hozták létre, hogy ezzel mindenkit, akit megevangélizáltak és csatlakoztattak rá, vettek, behúzták a kereszténységbe, nem is tudják, hogy tudat alatt nem az atyát, a fiút és a szent lelket tisztelik, hanem ők az összes többi hamis tanon keresztül, Nimrodot, Szemiramiszt és Tammuzt, akik kitalálói ezeknek az agyafurcságoknak, ugye? Tehát amikor az emberek bemerítkeznek, akkor azok mind Nimrodot, mind a napistent, akinek átváltották a nevét Baalra, ugye úr, tehát így lett Nimrodból Baal, hogy eltűnjön az ő személyisége és az ő zsarnoki rendszere, és aztán a magyarba pedig így lett belőle úr. Mert magyarul Baal, ez a szó, hogy Baal, ez magyarul urat jelent. Ugye? Tehát ezért van a Bibliában, hogy az Úristen minden, amit teremtett, az jó. Az Úristen a parancsoló, ugye? Állandóan, tehát Isten soha nem a legfőbb ismérvei alapján azonosítják be, hanem mindig Úrnak mutatják be ezt az Istent, aki az egyedüli megbocsátani akaró, megmenteni akaró szuprém igazság, aki mindenkire hatni tud, és akit meg tud győzni arról, hogy bajban van, és szüksége van segítségre, ugye arra hatni tud. Tehát minden emberre tud hatni, mivel, hogy akik nem fogadnak szót, azokra úgy hat, hogy elkárhoztak, akik meg szót fogadnak, megértik őt, azokra meg úgy hat, hogy megbocsát nekik, és kegyelmet ad, feloldozást a kárhozatítélet alól. Nos hát, tehát ennyit a Szent Háromság tanról, amikor az emberek hisznek, amiatt, mert a Bibliában van ez megírva, de ez hamisítás, így elevenítették föl, és mindenki, aki kapcsolatban van a Szent Háromság tannal, tudtukon kívül, erre mondja Pál apostol, ez egyik oka, működik a törvényszegés titkos bűne, ugye? Tehát, hogy ne legyen neked más istened, én vagyok az egyedül Isten, de amikor az emberek belépnek a kereszténységbe, vagy kijönnek a kereszténységből, de ugyanúgy hisznek a Szent Háromságba, ugyanúgy hisznek abba, hogy Jézus a Szent Háromság második istene, ugyanúgy hisznek abba, hogy a Szent Lélek, vagy Szent Szellem a Szent Háromság harmadik istene, és hisznek abban, hogy Máriát a Szent Lélek termékenyítette, meg beárnyékozta, és őtőle születik a Jézus. Tehát ezekkel már az emberek bálványt imádnak, mert Isten ezekről sohasem beszélt úgy, mint az ő igazságai. Ezt a Bibliában nem lehet megtalálni, több igével bizonyítani, ugye? Szóval ezért ez az eredetet, ezért kellett Konstantinnak bevezetni a Szent Háromságot, és elhitetni a Krisztus követőkkel, hogy ez az igazság, ezt fogadjátok el, és nem lesztek üldözve, ugye? De legtöbben azt gondolták, hát hogyha csak ennyit kell mondanom, hogy hiszek abban, hogy egy Isten van három személyben, bemész egy katolikus templomba a vasárnapi misére, akkor, vagy egy protestáns egyházba, ugye akár a baptisták, akár az evangélikusok, akármelyik, ugye a hitvallásuk, hiszek az Istenben, a minden, hiszek az Isten, hogy is van ez a, hiszek egy Istenben, már nem is emlékszem rá igazán, mennek fölnek teremtőjében, hiszek az egyetemes anyaszent egyházban, hiszek a Szent Háromságban, tehát mindegyik egyház hiába mondjanak át protestánsnak, hogy mi a pápaság és a Vatikán és a római katolikusság ellen protestálunk, de ez hazugság, mert mindegyik a hitvallásában ott van, hogy hiszek a Szent Háromságban, hiszek Jézus szeplőtelen fogantatásában és születésében, hiszek Szűz Mária, hogy is fogalmazzák ezeket, nem emlékszem egész pontosan már. Szóval hazugság az egész, mert a hitvallásukkal és a teológiájukkal mindegyik
mindegyik a római katolikus egyháznak a babiloni eretnekségeit vallják, ugye? Tehát ezzel, hogyha egy ember elfogadja ezt, és elhiszi, hogy van Szent Háromság, ezzel már Isten káromló és bálványimádó, ugye? Tehát hamis isteneket imád, ugye? Mert Istenen kívül nincsen több Isten, de az ember hisz abban, hogy van három Isten egy személyben a Szent Háromságon belül, ugye? Ez már megszegése annak a parancsolatnak, hogy ne legyen előttem más Istened, ugye? Szóval ennyit a Szent Háromságról. Tehát Nimrodot, Szemiramiszt és Tammuzt imádják, tisztelik az emberek ezzel. Tehát, hogyha valaki ember tisztel, így a Szent Háromságon belül, az tulajdonképpen Isten ellensége, mivel nem a teremtőt, hanem az Isten által teremtett embereket tiszteli, ugye? Oké, menjünk a Mária Szentlélektől való viselőségéhez. Erre a tanra mit gondoltok, miért volt szüksége Konstantinnak és a kereszténységet kitaláló és a kereszténység teológiáit összeállító klérusnak? Miért volt szüksége erre a hamisításra, amit ugye a transzparensen keresztül tudjuk, hogy a Máté 1.18 azt hiszem, azt mondja, hogy hát hogy Mária minek előtte egybekelt volna Józseffel, ugye, és el lett jegyezve József által, viselősnek találtaték a Szentlélektől. De tudjuk az igének az alapos megvizsgálásával, hogy a veszőket és a gondolatjeleket szándékosan máshova tették, hogy ez az sugallja, ez a mondat, hogy tényleg arról van szó, hogy Isten egy olyan undorító féreg, egy bájgunár, aki elveszi az embereknek a férfiak, az emberek fiainak a feleségeit, elveszi, és ő a Szentlélekkel megtermékenyíti őket, és a férjeknek egy nevelőapa szerepet kell betöltenie, mert a gyerekeknek nem ők a testvér szerinti apjuk, ugye? De Isten ilyet soha nem csinálna, hogy egymásnak rendelt férjet, feleséget elválaszt azzal, hogy ő bebújik, kakukkmadárként bebújik a feleségnek az ágyában, amíg a férj éppen dolgozik, és gyereket csinál neki. Ez nem Isten. Ő neki nem ilyen erkölcse van. Ezért éppen a keresztények olyanok, mint ugye a Bodó Attila, ezek már sokkal veszélyesebbek, mint az elmúlt 20-30 évben csatarendbe állított karizmatikusságnak és a protestantizmusnak az ismert, közismert, nagyhírű egyházalapítói, egyházvezetői, ugye, teológusai, bibliaiskolásai és bibliaiskolai tanárai. Már az ilyenek, mint a Kövesd a megváltott Rákóczi Gáborja és az erdélyi Székely Antikrisztus, a Bodó Attila, ezek már sokkal veszélyesebbek, mint a Németh Sándor és az összes többi az egyházak élén. Mert ezek azt mondják, hogy semmi közük a kereszténységhez, a naívak elhiszik ezt, és mindent, amit mondanak, hazugságot, fölülnek rá, és elhiszik, hogy ez Istennek az igazsága, ugye? Ezért, tehát ők tovább örökítik Nimrod, Szemiramisz és Tammuznak a hazugságait, ugye? Annál is inkább, ugye, hogy a kereszténységben ezt programozzák az emberekbe, hogyha Istennek szabad volt megtermékenyíteni egy férjes asszony, Máriát, mielőtt a saját férje hozzáért volna, ennél fogva nincs semmi baj azzal, ha úgy megyünk Isten tiszteletre, hogy előtte a pornószájton lógtunk, és önkielégítettünk, ahogy ezt a Rákóczi Gábor csinálja például, vagy semmi gond azzal, hogyha félrészegen a kocsmából toppanok be a Skype elé, bekapcsolom, és akkor a zöldözési mániámat programozom az emberekbe, meg a rejtett okkultizmust és ezotériát, amit a Bodó Attila alkalmaz minden egyes alkalommal a YouTube csatornáján és a Facebookján, ugye? Szóval ezért nem kell meglepődni azon,
hogy terhesen mennek a templomba esküvőre, ezért nem kell meglepődni attól, hogy ugye a hídgyülekezetben és egyéb más egyházakban is ugye az egyházfők a híveknek, a férjeknek a feleségeit elcsábították, és velük paráználkodtak, és akkor ezek kiderültek. És tehát ezek a dolgok mennek, ott adják, veszik a feleségeket ott egymás között. Ezért, mert működik bennük a Szűz Mária Szentlélek által lett viselős, ugye? Ez működik, ez a program bennük, és ezért ilyen aberált és erköstelen az egész kereszténység. Ezért a jobb érzésű emberek menekülnek kifelé a protestáns ágazataiból, a római keresztény ágazatából, a karizmatikusságban menekülnek az emberek, mert megértették, ez az egész, ez egy undorító pöcegödör az egész. Egy erkölcstelen disznóknak az egyháza, az egész kereszténység. Mindegy, hogy kijöttél belőle, vagy nem. Ha hiszel a Szent Háromságban, és abban, hogy Mária szűzen szülte a Jézust, akkor tulajdonképpen te ugyanúgy keresztény vagy, és babiloni Nimrod Szemiramis Tammuz imádó vagy, ugye? Tehát erre a történetre azért van szükség, mert ebben tudták beleágyazni Nimrodnak és Szemiramisnak a belső ügyét a házas életükbe, hogy milyen aberáltak voltak. Ja, ahogy ezt említettük az előbb, Szemiramis egy prostituált papnő volt, és az ő maga testét használta arra, hogy a férfi korba lépő, akik a tinédzserkort elhagyták, és fiatal felnőtté váltak, ugye ezeknek meg kellett jelenniük az állami szertartáson, és Szemiramisszal kellett szexelniük. Ugye ezt addig csinálta Szemiramis, amíg teherben nem esett. Mikor Nimrod ezt megtudta, az egyik történet, amiről én tudok, Nimrod megtudta ezt, hogy Szemiramis paráználkodott és kurválkodott, akkor ki akarta végeztetni. Szemiramis ezt előbb megtudta, és az egyik történet szerint Szemiramis megmérgeztette Nimrodot. De mivel a szíve alatt ott volt a gyermek, ezért szükség volt egy mesére, egy ilyen misztikus, okkult, ezoterikus mesére, Nimrod halálával. Most ez, hogy Ézsau ölte meg vadászaton, vagy Szemiramis mérgezte meg, ezt nem tudom, ezt csak ők tudják igazán. De a lényeg az, hogy az teljesen bizonyos, hogy Szemiramis egy prostituált papnő volt, és a testéből élt. És miután Nimrod meghalt, Nimrodot ezért a csodálatos, zseniális képességért, hogy létrehozta ezeket a városokat, és rengeteg embert megmentett, ugye, a nép megmentőjévé kiáltották ki, és napistennek, napistenként tisztelték, imádták. Ugye, és a vasárnapi napot azt az ő nevéhez kötötték, tehát mivel, hogy ő a napisten, a főisten, ezért mindig a hétnek, ugye, most nem tudom, hogy az első vagy az utolsó napja, tehát az ő tiszteletére, mint ahogyan a hónapjainkat, január, február, március, ezeket is római istenekről nevezték el, ugye, ugyanúgy a vasárnap is Nimrodhoz fűződik, Baálhoz, az Úrhoz, a főistenhez, és ugye ezen a napon, vasárnap, az volt azt hiszem a hét első napja, és ekkor Nimrod tiszteletére ünnepségeket rendeztek, és vásárokat rendeztek, tehát a vasárnap, az, annak az eredetije a vásárnap. Tehát eredetileg Nimrod tiszteletére létrehozott, vagy elnevezett nap a vásárnap volt, és ezt vasárnapra, az évszázadok alatt vasárnapra módosult. Ne lehessen fölismerni a későbbi generációknak, hogy ez
Még mindig Nimród imádat, még mindig Baál imádat folyik a világban, főleg a római kereszténység által, ugye? Szóval azért kellett ez a Szűz Mária hamistan, mert ez megfelelője annak, hogy amikor Nimród meghalt és napistennek kiáltották, megszületett Szemiramisznak a fattyú gyereke a kurválkodásából, és a nép megkérdezte, hogy hát ha Nimród halott, honnét akkor a gyermek? Hogy Szemiramiszt föl ne akasszák, ki ne végezzék, gyerekével együtt, és másra ne szálljon a királyság. Ezért azt a mesét találta ki, hogy a napisten beárnyékolta őt, és a napisten beárnyékoltságából lett viselős Szemiramisz. És ami benne születik, az a napistennek a fia. Gondolom, hogy látjátok a hasonlóságot félreérthetetlenül, hogy miről is van szó. A Szűz Mária Szentlélektől való gyerekszülése kapcsán. Nem más, mint Szemiramisz. Tehát Máriát egy prostituált kurvának, egy prostituáltnak állítja be a kereszténység, ezen a babiloni rejtett tanon keresztül. És mivel tudjuk, hogy a Szentlélek az maga az Isten fia, ugye ezért ugye az apostol cselekedet 20-28 alapján tudjuk, hogy a Szentlélek az a vérével fizető, az Eklész Isten népért fizető személy. Na most, a kereszténység azt mondja, hogy a Szentlélek árnyékozta be ugyanúgy Máriát, ahogyan a napisten Nimród Baál beárnyékozta a napsugárkával Szemiramiszt a méhében, és így született az ő gyermeke Tammuz, ugye? Tehát Nimród Szemiramisz fiaként teherbe ejtette az anyját Szemiramisz, és így született ugye Tammuz. Ez a mese. Na ezt belerejtették a kereszténység, belerejtette a Krisztus követőknek a tanaiba, eltologatták a veszőket, hogy úgy tűnjön tényleg, hogy Nimród Szemiramisznak a családtörténete zajlik le megint, és így ezzel beavatják a Krisztus követőket, beavatják a keresztény, a babiloni kereszténységbe, amit Róma reklámozott, ugye? És terjesztett mára el, minden válfajával együtt. Szóval minden keresztény, aki hisz abban, hogy Mária a Szentlélektől lett bárnyékozva, ahogyan Szemiramisz a napisten napsugártól, az azt mondja Máriára, hogy Szemiramisz, hogy Mária nem más, mint Szemiramisz a prostituált nő, és Jézus pedig Nimród, aki a saját anyjával szexelt, és született belőle meg a gyerek, ugye? Ez is világos, igaz? Tehát így rejtett módon a kereszténység Isten káromlásba vitte bele mindazokat, akik hisznek ebbe a tanba. Istennek esküdt ellenségei, és csak Isten tudja, hogy megbocsátja-e ezt a bűnt valaha, ha valaki ebbe benne marad, és így hal meg. Szerintem nem. Ha valaki így hal meg ebben a tanban, az elkárhozott. Vagy az élete során nem szakított ezzel a tannal.